Gratulálunk a két gólodhoz. Gratulálhatunk? Vagy milyen érzések kavarognak benned? Ugye a ti helyzetetekben ez az egy pont talán nem ér olyan sokat. Hát nyilván két gólt rúgtam, azt azért ahhoz gratulálni lehet, de inkább rúgta volna más is, meg lett volna a három pont, úgyhogy nekünk a három pont a lényeg, egy pont úgy gondolom nekünk nem sokat segít, úgyhogy ennyi. De hogy érezted, mi volt a különbség a két fél idő között? Az első azért főleg kívülről nézve elég lagymatag volt, a másodikben aztán pedig volt történés rendesen. Hát úgy gondolom, senki nem akart hibázni, tudtuk, hogy Puskás nyerni akar, nekünk is úgy még azért matematikai esély van a bentmaradásra, úgyhogy addig harcolni fogunk, még van. Úgy gondolom, hogy nem akartunk hibázni első fél időben, de ahogy megkaptuk a második fél időben gólt, akkor ki kellett nyílni és támadni kellett. Úgy gondolom, ezt jó is csináltunk, megfordítottuk a meccset, de mondom, sajnos az utolsó gól az nem kellett volna. Te vártad amiatt különleges érzésekkel ezt a meccset, hogy ez volt az első a korábbi csapatod ellen? Úgy vártam, mint a minden többit, nyilván a gól után kiszabadult bennem, de nagyon szerettem én ott lenni, rengeteg barátom van ott mai napig, úgyhogy nyilván első meccs olyan, hogy fura ellenük játszani, de nem volt valami extra motiváció. Nyilván extra motiváció volt, de ugyanúgy vártam, mint a többi meccset. És ott a második gól után, vagy az első gól után mi szakadt ki belőled? Erre nem fog erre nyilatkozni semmit. Jó, milyen most a hangulat, mibe tudtok bízni, mibe lehet kapaszkodni? Hát, kettő-kettő. Hát pont mondom, nekünk nem segít, úgyhogy nagyon kapaszkodni tudunk a jó játékba, két gólt szereztünk, de menni kell tovább, mindig van talán négy meccs, ha jól tudom, még matematikai, és mindig van, úgy gondolom, utolsó három-négy meccsen jól nézünk ki, de mondom, olyan szerencsétlen gólokat kapunk, hogy szerintem más csapat ilyen gólokat nem kap, mint mi, úgyhogy játszunk, azért rúgunk gólt is, de olyan nagyon szerencsétlen gólokat kapunk. Ugye a múltkori Fradi elleni meccs után Novotny Soma mondta, hogy 5-ből 5-öt kell nyerni, most még akkor ebben lehet, hogy 4-ből 4-et? Hát már ezt hallgatom, amióta idejöttem, hogy ha nyerünk 8-ból 8-at, 9-ből 9-et, meccsről meccsre kell menni, megpróbálni nyerni, megint nem sikerült, úgyhogy addig mi nem fogunk egy meccset legalább nyerni, addig ezt nem nagyon kell beszélni, mert nem jönnek a győzelmek.